Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit, félhatos híradónkat látják. Ma március 12-e van Gergely és György névnapja. 138 éve a Tisza áradása súlyos károkat okozott Szegeden. 1999-ben Magyarország csatlakozott a NATO-hoz. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. A Presevói befogadóközpontba szállították Szabadkáról a migránsokat. 14 évvel ezelőtt gyilkolták meg Zorán Gyöngyit szerb kormányfőt. 2000 új munkahelyet hagytak jóvá Szerbiában az egészségügy terén. A vajdasági állattenyésztők helyzete. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka mindössze 10 próbáltak meg illegálisan átjutni Magyarország területére a déli határszakaszon. Ez az eddigi legalacsonyabb szám az idén. Ez részben annak is köszönhető, hogy pénteken sok migránst átszállítottak Szabadkáról a Presevói befogadóközpontba. Ezt a szerb szociálpolitikai miniszter is megerősítette a Pannon RTV-nek. A Szabadkán és környékén tartózkodó migránsok többsége már nem is egyszer próbált meg átjutni Magyarországra, persze sikertelenül. Azt mondják, nem is érdemes megindulni, mivel más útvonalat nem tudnak, abban bíznak, hogy majd egyszer megnyitják a határt, és szabadon beléphetnek az Európai Unió területére. Addig Szerbiában maradnak. Nenad Ivanišević szociálpolitikai államtitkár vasárnap délelőtt a Pannon RTV megkeresésére azt mondta, Szerbiának köteles gondoskodni az országban rekedt minden egyes migránsról, és igyekeznek mindannyiukat valamelyik befogadó központban elhelyezni. A Szabadkaiban jelenleg 130-an tartózkodnak. Az egykori téglagyárban már csak néhány pakisztáni, afgán és szíriai bevándorló bujkál, ők időben elszöktek a péntek reggeli rendőri rajtaütés elől. A bejáratnál álló sorompót leengedték és lakatot tettek rá. A bontás alatt álló szabadkai téglagyár hivatalosan is magánterület. Információink szerint az új tulajdonos kérésére szállították el innen a migránsokat. Hogy hova, azt az itt maradt társaik egyelőre nem tudják, és azt sem, hogy vissza tudnak-e majd jönni ide Szabadkára, hogy megpróbálják átlépni a magyar határt. Presevóba szállították őket. Az illetékesek szerint mindig azokba a befogadó központokba viszik a migránsokat, ahol éppen van szabad kapacitás, abban a pillanatban pedig ott 500, pirotban pedig 150 hely volt. A téglagyárat csak nem teljesen lebontották, vasárnap délelőtt pedig kisebb incidens is történt. Megjelent a tulajdonos, és trágárszavak kíséretében tessékelte ki onnan nem csak forgatócsoportunkat, hanem egy német segélyszervezet képviselőit is. A vasúti sínek mentén lévő bozótosokban, a migránsok által dzsungelnek nevezett területen még mintegy 100-150-en élnek. Ide menekült az a pakisztáni fiatalember is, aki pénteken szemtanúja volt a téglagyári rendőrségi beavatkozásnak. Eddig 3-szor próbált meg illegálisan Magyarországra belépni, de visszafordították. Azt mondja, lehetetlenség átjutni. Most itt rekedt. 7000 társával együtt, mert hivatalos adatok szerint ennyi illegális bevándorló van jelenleg Szerbiában. Tizennégy évvel ezelőtt gyilkolták meg Zorán Gyöngyit szerb kormányfőt, a Demokrata párt akkori vezetőjét. Gyöngyit volt Szerbia első kormányfője a Milosevici rendszer bukása után. Hatalomra jutása után megkezdte a társadalom demokratizálását, valamint több fronton is reformokat indított el. 2003. március 12-én a kormány épületénél érte a halálos lövés Belgrádban. Szerbia kormánya a gyilkosságot követő első közleményében a Zimonyi klán tagjait nevezte meg a merénylet elkövetőiként. 14 éve 2003. március 12-én halálos lövés érte Zorán Gyöngyit szerb kormányfőt. A Demokrata párt vezetőjét a szerb kormány épülete előtt érte két lövés. A miniszterelnököt támadás után azonnal a kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni. Szerbia kormánya a gyilkosságot követő első közleményében a Zimonyi klán tagjait nevezte meg a merénylet elkövetőiként. A kormányfő az ellene elkövetett merénylet napján írta volna alá a bűnbanda felszámolására vonatkozó parancsot.
Zorán Gyindzsics gyilkosait elfogták, és több mint 3 éves eljárás után elítélték őket. Csak a gyilkosság elkövetőit, az úgynevezett Zimonyi klán és az Állambiztonság feloszlatott különleges egységének tagjait azonosították. A gyilkosság kitervelőire és megrendelőire azonban máig nem sikerült fényderíteni. A bírósági eljárás után Milorad Ulemek Légiát és Zvezdan Jovanovicsot 40 év szabadságvesztésre ítélték, a merényletben résztvevő többi személyt pedig 35 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Gyindzsics kormánya határozottan támogatta a háborús bűnösökkel foglalkozó hágai törvényszékkel való együttműködést. Uslov da mi ispunimo svoje nacionalne ciljeve da postanemo jedna moderna priznata zemlja, onda ćemo ili ispuniti taj uslov ili odustati od tog cilja. Ne možemo jedno i drugo. Što se mene tiče, mi možemo da odustanemo od tog cilja, ja ću da se povučem i radit ću ono što sam ranije radio, ali neću da varam narod i da kažem moguće je i jedno i drugo. Oni koji varaju narod ne mogu da budu moji partneri. Zorán Gyindzsics 1952. augusztus 1-én született a boszniai Sámac településen. A Demokrata Párt alapítója és egyik legbefolyásosabb embere volt. 1997-ben Belgrád polgármesterének választották. A 2000. október 5-i eseményeket követően 2001. januárjában foglalta el a kormányfői posztot. Hatalomra jutása után megkezdte a társadalom demokratizálását, valamint gyökeres gazdasági és szociális reformokat indított el. Zorán Gyindzsics volt szerbiai miniszterelnök meggyilkolásának évfordulóján a szerb kormányépületének kertjében felállított emléktáblánál koszorúzott a jelenlegi miniszterelnök. Alekszandar Vučić kormányfő délután helyezte el Belgrádban a kegyelet virágait. A liberális demokrata párt szokásához híven idén is sétával emlékezett Zorán Gyindzsicsre. Az LDP képviselőit a szerb kormány épületét érintve vonultak a temetőhöz. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke Nenad Csanák, valamint az LDP első embere Csedomir Jovanovics mondott beszédet. Dragan Sutanovac vezetésével a demokrata párt küldöttsége is koszorúzott. Zorán Gyindzsics nyughelyénél az új párt elnöke, volt miniszterelnök és a DP korábbi elnöke Zorán Zsivkovics is elhelyezte a kegyelet virágait. Néhai férje sírjánál Ruzsica Gyindzsics és Zorán Gyindzsics fia Luka is tiszteletét tette. Bemutatták a Milos nevet viselő páncélozott járművet a Velikaplánai védelmi ipari gyárban. Alekszandar Vučić kormányfő is részt vett az eseményen. Elmondta, a Milos és a Lázár páncélozott járművel, valamint a Nóra nevet viselő Mozsár ágyúval a szerbiai katonaság és rendőrség jobb, modernebb és felszereltebb lett. Hozzátette, a rendőrség azonnal kap 6 Milost, a csendőrség 6 Lázárt, a katonaságnak pedig 12 Lázár jut majd. A miniszterelnök elmondta, 700-800 külföldi jármű megrendelés van, de 10-et sem tud legyártani a cég. Emiatt a kormány kész 15-20 millió eurót befektetni a FAP új gyártósorába, amennyiben a cég garantálni tudja a termelést. Alekszandar Vučić szerint a védelmi ipar fontos a szerb gazdaság számára, és az egyik kulcs tényezője a gazdasági növekedésnek. A miniszterelnök a Milos nevet viselő páncélozott jármű gyártásáról is beszélt. Relatívne lagarno, a strašno je, velike snage, izvanredne pokretljivosti, možete svašta na kupolu da nakačite, nije laka meta, malo je vozilo, nije 8x8, nego 4x4, svuda se traži, ali mi u ovom trenutku nemamo kapacitete da ih dovoljno proizvedemo. Zato ćemo da radimo da te naše kapacitete uvećavamo. Az idei év történelmi jelentőségű lesz az onkológia szempontjából, jelentette ki Zlatibor Lončár. A szerb egészségügyi miniszter kiemelte, hogy az új berendezéseknek köszönhetően nem lesznek többé várólisták. Az egészségügyben 2000 új munkahelyet hagytak jóvá, amelynek köszönhetően a következő hónapokban mintegy 600 fiatal orvos kap munkát, hangsúlyozta Lončár. Ez a bejelentés jó hír az egészségügyi ellátás szempontjából. Nézzük, a létszámstopp milyen helyzetet teremtett Zentán. Zentán hiába van egészségügyi szakközépiskola, mégis hiány van szakápolókból. Zentán a legtöbben a hosszú várakozási időre panaszkodnak az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Nagy a várakozási idő, na, erre ennyit most is, vérvételre is, majd csak keddig kerülök sorra.
A vizsgálatra való várakozás ideje a választott orvostól függően változhat. Például egyik nap jelentkezik, másnap már jöhetik az orvoshoz. Az egészségházakban a szakápolók fizetése nem haladja meg a 30 ezer dinárt, az orvosoké pedig 60 ezer dinár körül alakul. A külföldi magasabb jövedelmek csábítóan hatnak a szerbiai munkaerőre. Az egyik ok ugye a létszámstopp, ami ugye azt jelenti, hogy aki befejez az iskolát, nem tud munkában állni és másra kényszerül. A másik ok a túl elkomplikált felvételi procedúra, a harmadik pedig az egészségügyben elég alacsonyak a fizetések, és ez is sajnos egy nagyon nagy mérvadó ebben a dologban. A zentai közkórházban az utolsó két évben csak külön minisztériumi engedéllyel vehetnek fel dolgozót. A nyugdíjba vonulók helyére lépőkkel is csak meghatározott időre köthetnek szerződést. A betegbiztosító jelentősen kevesebb dolgozót hagy jóvájobbanva fizet, mint amennyi a normatíváknak megfelel. Tehát ezt még a korlátozások előttről örököltük, jobban a hosszú távon, már ez 10 éve húzódó dolog, úgyhogy a jelen minden szférában, úgy a szakdolgozók, az orvosok, kiszolgáló személyzetet illetően minden szférában a jelentősen a normatívák alatt vagyunk. A meglévő feladatot, ugye, vagyis a 240 ágyon fekvő betegeket, a szakszolgálatot, mindent körülbelül 15%-kal kevesebb dolgozóval látjuk el, mint átlag az országba. Innen indultunk, és akkor ehhez jöttek még a korlátozások. A zentai közkórház működése jelenleg az ott dolgozók elkötelezettségén múlik, és attól függ, hogy meddig bírják az emberek a túlterhelést. Megvédik a szerbiai földtulajdonosokat, ezt ígérte a Branislav Nedimović mezőgazdasági miniszter Ivanjicán. A napokban újra aktuálissá vált a téma, miszerint külföldi kézre kerülhetnek a szerbiai földek. Az Agrártárca vezetője azt mondta, az előírásokat szeptember 1-jéig összehangolják az EU-s jogszabályokkal, de úgy, hogy ez biztosítsa, hogy a föld ne kerüljön idegen tulajdonba. Van ilyen az Európai Unióban is, tette hozzá. Egyes uniós országok, például Szlovénia, Szlovákia és Magyarország is meg tudta ezt oldani a piac liberalizációs kényszer ellenére, hangsúlyozta Nedimović. Az eredményes gazdálkodása több lábonállással, vagyis a növénytermesztés és az állattenyésztés ötvözésével érhető el a szakemberek szerint. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium most nagyobb támogatásokkal szeretné fellendíteni az állattartást. Általánosítani nem lehet, de minden esetben a gazdaságosságra és az előírások betartására kell törekedni, mondják a gazdák. 17 anyakocát és annak malacait neveli Fekecs József Zenta gunarasi gazdálkodó. Akármilyen ingadozó is volt az utóbbi időben az ágazat, a tejtermelésről tért át a malac nevelésre. Megindult a malac ára fölfelé, jelen pillanatban is talán nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Ez azt eredményezte elő, hogy szinte hetente javul a zár. Most per pillanat hallomásom szerint 240-250 dinárnál tartunk. Én egy jó hete 220-i adtam, mert akkor még annyi volt. Egy tovább ízlalásos fiatalembernek, ő csak ízlalással foglalkozik, de viszont most hallom, hogy már 10-20 dinárra, sőt 30 dinárra is többet annak ettől az ártól. Pangás most a tejtermelésben van. A kistermelők nehezen tesznek eleget a felvásárlók feltételeinek. Sokan meg is váltak az állománytól. A nagyobb gazdák is a megélhetés szélén állnak a 35 dináros tej árral. Beruházásra, korszerűsítésre lenne szükség, de az sokba kerül. Nagy investíciók kellenének itt még ahhoz, hogy egy Európai Uniós követelménynek mi eleget tudjunk tenni. Az meg rengeteg pénzt emésztene fel, ami azért elgondolkodható, hogy a mostani táj, haszon, kulcs, ami létezik, ez nagyon kicsike. A kisebb gazdasággal rendelkező termelők a látszólag igénytelenebb állatok tartásával próbálnak fennmaradni. A kishegyesi hegyi család 80 kecskét tart. Tervezik az állomány bővítését, ám nem a tej, hanem a hús miatt. Nagy mennyiségű tejterméket nem tudunk feldolgozni. Szeretnék áttérni a húsfajtákra, ez a búrfajta. És ezt szeretném folytatni, mivel úgy látom, hogy nagyobb jövője van
mert mindenki ráment a tejtermékre, ezek a nagyok, akiknek több száz, vagy esetleg ezért kecskéjük is van, és mindenféleképp szeretnék a húsfajtára rámenni. Hogy valójában merre fejlődik valamennyi állattenyésztési ágazat, több tényező függvénye, bár a minisztérium nagyobb támogatásokkal serkenti a termelőket, szerintük mégis a biztos piac jelenthetné a vajdasági állattenyésztés fellendítését. Már van néhány potenciális jelölt az új kormányfő személyére, amelyekben gondolkodik Alekszandr Vucic, nyilatkozta a jelenlegi miniszterelnök az Állómagazinnak. Szerinte a miniszterelnök személyéről minden nap gondolkodik, attól függetlenül, hogy nyer vagy veszít az államfőválasztáson, fogalmazott. Neveket egyelőre nem kíván mondani. Hozzátette, tisztában van vele, hogy Szerbiának nehezek a mindennapok, de azt ajánlja, hogy szorgalmas munkával és felelősségvállalással a fejlődés útján lehet tovább haladni. Vucic szerint aranykor vár Szerbiára. Kihirdette Saša Radulović elnök jelöltségét a köztársasági választási bizottság. Az Elég volt mozgalom vezetőjének a 10.842 átadott támogatói aláírásból a bizottság 10.579-et ismert el. Radulović hivatalosan a hatodik államfő jelölt. Az elnökválasztáson való részvételre vasárnap éjfélig lehet jelentkezni. Csajetina polgármestere Milan Stamatović is átadta a támogató aláírásokat a köztársasági választási bizottságnak. A politikus azt mondta, a népet és az állam vagyonát fogja védeni, valamint kiáll a tradicionális értékekért. Stamatović 13.500 aláírást adott át ahhoz, hogy indulhasson az államfőválasztáson. Vladimir Rajčić nem indul a közelgő elnökválasztáson. Rajčić mai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy indulni szeretett volna az államfőválasztáson, hogy többet tudjon tenni az országért, mint amit most egyszerű állampolgárként tud. Hozzátette, hogy sajnos ez a mai Szerbiában lehetetlen feladat egy politikai újonc számára, aki mögött nem áll egy párt. Ezen a választáson egy független jelölt sem lesz, hangsúlyozta Vladimir Rajčić. Súlyos diplomáciai válságba jutott a holland-török viszony. A holland rendőrség nem engedte a rotterdami török konzulátusra belépni a török családügyi minisztert, majd konvoját visszakísérte a német határra. Hollandia korábban visszavonta a leszállási engedélyt a török külügyminisztertől is, aki szintén Rotterdamba tartott, hogy kampányoljon a török népszavazás mellett. Törökország több európai országban kezdett kampányolni az elnöki hatáskörök növeléséről szóló alkotmánymódosításról döntő április 16-ai népszavazásra. A holland kormány intézkedéseit követően Recep Tayyip Erdogan török elnök kemény szavakkal illette a hollandokat. A hollandok náci maradékok és fasiszták. A holland járatok ezentúl semmi óra ne számítsanak a török földön vagy légtérben. Megtilthatják a külügyminiszterünknek, hogy leszálljon, de majd meglátják, hogy landolnak az ő gépeik Törökországban, hangsúlyozta beszédében a török államfő. A török rendőrség elzárta az ankarai holland nagykövetség és az isztambuli főkonzulátus bejáratát, és hasonló intézkedéseket hoztak a holland ügyvivő és a főkonzul rezidenciájánál, mint a holland hatóságok Rotterdamban. Isztambulban a helyi holland konzulátusnál a tüntetők leszették a holland zászlót, és helyette felvonták a török lobogót. Eközben Hollandiában nagy tömeg tüntetett a rotterdami török konzulátusnál. A holland rendfenntartók végül éjfél után lovas rendőrök és vízágyuk bevetésével oszlatták fel a demonstrálók tömegét. Binali Yildirim török kormányfő vasárnap kemény válaszlépéseket ígért Hollandiának, amiért Hágában feltartóztatták Fatma Betül-Sayan Kaya török családügyi minisztert. Sayan Kaya előzőleg Németországban az elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-ai török népszavazásról tartott nagygyűléseken vett részt. Az alkotmánymódosítás kiszélesítené a mindenkori államfő jogköreit, aki a végrehajtó hatalom feje lenne. Ő jelölheti ki és függesztheti fel hivatalukból a minisztereket, illetve egy vagy több alelnököt állíthat maga mellé.
Nézzük, mi lesz még a híradóban. Véget ért a Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat. A tarka sáfrányokat látogatták meg a természet barátai. Tisza Szent Miklóson ma ünnepelték az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 169. évfordulóját. A falu mintegy 300 főnyi magyar lakossága 2000 óta emlékezik meg hivatalosan is az eseményekről. A megemlékezés szentmisével kezdődött a temetői kápolnában, amelyet Fischer János helybeli plébános mutatott be. Az alkalmi művelődési műsorra a kápolna melletti harangláb tövében került sor. Ünnepi beszédet Oláj Tibor, Csóka község képviselőtestületének elnöke mondott. Imád Istent, szerest hazád! A tiszaszentmiklósiak majd másfél évtizedig egy keresztnél tisztelektek a forradalmárok emléke előtt. Három évvel ezelőtt haranglábat állítottak fel, amely azóta a magyar forradalom és szabadságharc emlékhelye. Mivel hogy nem találtunk a temetőben olyan sírt, aki a 48-as forradalomhoz kötődött volna, a halott vagy valami, és akkor így terveztük, hogy a haranglábnál fogunk éveken keresztül megemlékezni. És minden évben mindig többen és többen vagyunk a megemlékezésre. A kegyelet virágait az emlékhelyre a Magyar Nemzeti Tanács, a VMS községi és helyi szervezete, valamint a Piros Tulipán hagyományápoló és környezetvédelmi civil szervezet képviselői helyezték el. Az eseményen megjelentek a Vajdasági Magyar Szövetség helyi és községi tisztségviselői, köztársasági és tartományi képviselői is. Közöttük Kormányos László, a VMS tartományi képviselője, aki maga is tiszaszentmiklósi származású. Külön öröm számomra látni azt, hogy a szorvány magyarságba évről évre előteljesebben ünneplik a szabadságharc emlékét, és őrzik itt a falu beliein. Fontos számunkra, hogy ez tovább tudjon épülni és fejlődni. Gondolok elsősorban arra, hogy egy külön erőt ad az itteni fiatalságnak és az itt élőknek a talpon maradásra. A megemlékezés szervezéséből szinte mindenki kivette a részét. Civil szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek és a Rákóczi Férfi Kórus is tett azért, hogy a forradalomra való emlékezés szép és arra méltó rendezvény legyen. Bajmokon is megemlékeztek a forradalomról és szabadságharcról. Az ünnepség Töröki Pál kántor sírjának megkoszorúzásával kezdődött. A tiszteletadás a Kaponyai csata emlékművénél folytatódott. Bajmok és a környék magyar lakossága a falu paprenyacsai temetőjében gyülekezett, hogy elhelyezzék az emlékezés virágait. Töröki Pál valamikori bajmoki kántor volt, aki részt vett a 169 évvel ezelőtti eseményekben. Bálint Lukács Monika, a bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központ elnöke fontosnak tartja, hogy megemlékezzenek az egykori szabadságharcosról. Töröki Pál egy kántortanító volt itt Bajmokon, és hát róla azt kell tudni, hogy ő katonaként is tevékenykedett, és hát a kaponyai ütközetben is részt vett. És hát ezért is fontos, hogy minden évben megemlékezzünk itt az ő sírjánál is, ugye március 15-e kapcsán. A volt bajmoki kántor sírjának koszorúzása után a helyiek a kaponyai összecsapás helyszínére vonultak. A Kaponyán zajlott ütközet kulcsfontosságú volt a szabadságharc szempontjából, mondta Halász Tibor, történész. A csata maga 1849. március 5-én zajlott le, Szabadkát védték maga magyar honvédek, akkor szerb csapatoktól. Szabadka ugye mindvégig magyar kézzel, mert egyfajta védőbástya volt az itteni magyarság a délvidéki harcok során, és amikor pont ekkor ugye a szerb haderő már egész délvidéket elfoglalta, indultak már Szeged irányába, egyik szerb haderő ugye Tisza partján vonult északnak, a másik ugye Nyugat-Bácskán keresztül, Zomboronban keresztül Szabadka irányába vonult, Szegeden akartak egyesülni. Szabadka nagyon fontos város volt akkor a magyarság szempontjából, és így kellett megvédeni Szabadkát, vagy pedig ugye, ha Szabadka elesett volna, egész délvidék ugye a szerb kézzel került volna. Az ünnepségen részt vett Horváth Tímea is.
Szabadka alpolgármestere a magyarság egyik legszebb nemzeti ünnepének nevezte az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot. Hiszen az 1848-49-es március 15-i szabadságharc is forradalom nagy mértékben befolyásolt ugye a magyar nemzet sorsát. Ezekben a napokban vajdaság szerte megemlékezések és különféle rendezvények kerülnek megszervezésre, hiszen ez a magyar nemzet önazonosságát és öntudatosságának a megőrzését jelenti. A megemlékezést követően a Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központ szervezői ünnepi műsorral várták az érdeklődőket. Tordai estel. A magyarországi Bihar Torda, az erdélyi Aranyos Torda és a Bánáti Torda műkedvelőinek a fellépésével tegnap befejeződött a Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat. Az eseményt Kormányos László a Csóka Művelődési és Oktatási Központ igazgatója nyitotta meg. A kapcsolat 15 évvel ezelőtt a vajdasági torda és a magyarországi Bihar torda között alakult ki. Rövidesen csatlakozott hozzájuk az erdélyi Aranyos torda is. A legnagyobb közös rendezvényük a tordai est. Ez elegendő idő volt arra, hogy kialakuljanak a különböző kapcsolatok, intézmények, szervezetek, önkormányzatok között, de elsősorban is emberek között is. Ebben látjuk örökké a kapcsolataink lényegét, hogy az emberek, személyek, barátok egymásra találtak. A rendezvényre a házigazdák mindig nagy lelkesedéssel készülnek, mert ez egy kis vidámságot hoz, szórakozási lehetőséget kínál a falusi emberek számára. Várjuk ezeket az ünnepséget. Muszáj a faluba egy kis pezsgést csinálni, másképp nem. Utána a magyarságunk elveszne, mert hiába fogyunk. A három torda közös műsora egyben fellépési, bemutatkozási lehetőséget is kínál a települések fiataljainak. Nekünk nagy örömünkre szolgált az, hogy közben ott megalakult az önálló magyar iskola, és gyerekeinket elhozhattuk ide, ami mondjuk fellépni is, ez motiválta abban őket, hogy néptáncoljanak, cserkészkedjenek, és annyira besegítettek a tordai közösség kicsit összekovácsolásába, hogy megérte. A Magyarországon élők így megismerhetik ki, hogyan őrzi hagyományait, kultúráját, a magyarságát. Megtanultuk torontátordaiaktól, akik szorványban, nehéz körülmények között magyarként boldogulnak, hogyan lehet szépen magyarul beszélni, hogyan lehet megőrizni a nyelvi és kulturális hagyományokat. A tordai est egyben az elszármazottak találkozója is. Anyukám mit él, nagybácsi mit él, úgyhogy én szeretem az én falumat még mindig nagyon, és szívesen eljövök ide mindig, bármikor valami esemény, ha van alkalmára, eljövök. A rendezvényen süteményversenyt tartottak. A három torda képviselői tárgyaltak a további együttműködés lehetőségeiről, és megkoszorúzták a kopjafát, amelyet Bihar torda ajándékaként az 1848-49-es forradalom emlékére állítottak fel 2010-ben a művelődési otthon előtt. Második alkalommal tartották meg Zentán a Jövő Energiái elnevezésű műhelymunkát, ahol 26 diák vett részt. A szombati program elméleti és gyakorlati elemekre épült. A szombati program első felében a résztvevők többet megtudhattak a megújuló energiaforrások felhasználásának gazdasági hatásairól. A diákok emellett a fenntartható gazdasági fejlődésről is hallhattak előadást. Egy pazarló gazdasági szemléletnek vagyunk valamilyen szinten az áldozatai. A fenntarthatóság éppen az ellenkezőjére törekszik, hogy a termékeknek az életciklusa hosszabb legyen. Tehát most aránylag rövid termék életciklusú dolgokról beszélünk, egy-két éven belül cseréljük
hogy az autónkat, telefonunkat, számítógépünket, stb. A fenntartóság éppen az ellenkezőjére törekedne, de még mindig ez a domináns elv, hogy minél többet termelni, minél többet fogyasztani. A program második részében a jelenlevők megismerkedhettek a napkollektoros gyümölcsaszalóval, amely a Zentai Kertészeti Főiskola projektjének segítségével valósult meg. A projekt keretében egy gyümölcsaszalós készüléket terveztünk a hallgatókkal, újra hasznosítható anyagokat felhasználtunk, gyakorlatilag a sörös dobozokból befestettük, sorba raktuk, egy kollektort készítettünk, amellyel a napnak az energiáját hasznosítottuk gyümölcsszárításra. A műhely munka sorozatba 26 diákot kapcsoltak be 4 vajdasági középiskolából. A program ökológiai és műszaki témáit a résztvevők 3 nagy részből álló tematikus egységen keresztül sajátíthatják el. Ezek az elméleti előadások, a gyakorlati műhelymunkák és azok a gyárlátogatások, céglátogatások, melynek során megtapasztalhatják sikeres vajdasági cégek működését, az ott uralkodó hangulatot, illetve magát azokat a vezető cégekben működő lehetőségeket, ami a jövőben majd rájuk is vár. A műhely munka sorozat 2017. februárja és júniusa között havonta egy-egy szombaton kerül megrendezésre. A sorozat a Nemzeti Tehetségprogram támogatásából a Zentai Prosciencia Naturae alapítvány szervezésében valósul meg. Sáfrány túrát tartottak Topolya közelében a természetbarátok. A tarka sáfrány egyike a legkorábban nyíló virágainknak. Gyakran már február elején gyönyörködhetünk bennük, de a hosszú elnyúló fagyok miatt márciusra tolódott ki idén a virágzás. Az Arkusz Környezetvédő Egyesület egy túrát szervezett azért, hogy minél többen megismerjék a tarka sáfrányt. A megmozdulást évek óta megszervezik. A Betyárvölgy lesz az első helyszínünk, ahol egyébként ezek a tarka sáfrányok megtalálhatók nagyobb példányszámba, ami azt jelenti, hogy több ezres tőszámba fordulnak itt elő. A tarka sáfrány egyike a legkorábban nyíló vadvirágainknak. A nőszironfélék családjába tartozik. Tömegesen fordul elő a lösz és homokpuszta gyepeken. A növény mindössze 8 cm-esre nőhet meg. Főleg a fehérek. Sok szép sáfrányt láttam, én is találtam sokat. A borongós idő miatt a virágok nem nyitották ki szirmaikat, de még így is szemedgyönyörködtető látványt nyújtottak. A mai nap az kicsit borúsabb lett, sajnos nem nyíltak ki annyira szépen a sáfrányok, mint ahogy terveztük, de hát ez benne van a pakliban. A célközönség, hát mint ahogy mondtam is, tehát a környezetnevelésre fektetjük a hangsúlyt, tehát általános, illetve középiskolások, de persze nincsen felső korhatár, tehát várunk mindenkit sok szeretettel. A tarka sáfrány Szerbiában nem védett faj, viszont óvnunk kell ezeket a növényeket, hogy még sokáig gyönyörködhessünk bennük. Magyarországon védelem alatt áll, az eszmei értékét 10 000 forintban határozták meg. Nikolics Nemanja megszerezte első gólját az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A Chicago Fire a zentai csatára a Real Salt Lake ellen volt eredményes a mérkőzés 11. percében. A vajdasági légiós csapata végül 2-0-ra nyert. Nikolics Nemanját egyébként Bern Stork, magyar szövetségi kapitány nem válogatta be az Európa bajnok Portugália ellenkészülő nemzeti csapatba. A válogatott világbajnoki selejtező mérkőzést játszik a lusitánokkal. Hatalmas meglepetésre már az első mérkőzése után búcsúzott az Indian Wells ATP tornáról a világranglistát vezető Andy Murray. A brit teniszező 6-4-7-6 arányban maradt alul a ranglistán 129. kanadai Vasek Pospisillel szemben. Az Indian Wells tenisztornán címvédő Novák Djokovic közép-európai idő szerint éjfél körül lép pályára brit Kyle Edmund ellen. És eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A Presevói befogadó központba szállították Szabadkáról a migránsokat. 14 évvel ezelőtt gyilkolták meg Zorán Gyindjit szerb kormányfőt. 2000 új munkahelyet hagytak jóvá Szerbiában az egészségügy terén. A vajdasági állattenyésztők helyzete.
Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a panonertv.com-ra. Most kezdődik a vitrás, majd Paskó atya konyhája, utána pedig kalamár is. 19 órától a közelkében az 5. Winterretno, majd mesél a Pannon. A 20 óra híradót követően a vajdasági magyar amatőr színjátszók 2016-os találkozóján a magyar kanizsaiak által játszott Rómeó és Júlia című előadás. Tartsanak továbbra is velünk, szép estét, viszontlátásra!